Jó napot kívánok, köszöntelek benneteket, ez itt a 77 online-nak egy nagyon különleges adása, hiszen egy olyan orvossal fogunk beszélgetni, aki Nigériában van, és a nigériaiaknak segít orvosmissziósként, és egészen különleges körülmények között Onitsha városában. Ha esetleg ebben az adásban rossz lesz a kép és a hang, akkor azt nézzétek el nekünk. Azt gondolom, hogy a tartalma az helyettesítheti ezt, hiszen egy valóban veszélyeztetett környezetben van dr. Fodor Réka, akit tegezek, és ezt köszönöm a lehetőséget neked, szervusz! Szia! A legfontosabb... Üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket is! Meglátjuk, hogy nézőkből hallgatók lesznek. A legfontosabb kérdés az az, hogy hogy vagy, milyen körülmények között, és mit csinálsz pontosan Onitsha városában? Oké, kezdjük azzal, hogy mik voltak a céljaim. Hát azok most egyáltalán nem teljesültek. Alapvetően én egy orvosi missziót szervező embernek tartanám magamat. 6-szor voltam itt már, és szinte második otthonom. Általában a miért jövök, az az ész, malária, tifusz, egyéb fertőző betegségeknek a kiszűrése, gyógyítgatása, már ami akut megbetegedés definitíve, ami pedig krónikus betegség, az pedig a diagnózis felállítása és lehetőség szerint a helyi rendszerbe való integrálása. Ez most nagyon jól hangzik, de a lényeg az, hogy ebből most semmi se teljesült. Hála a jó Istennek, ki tudtam jönni március 20-án. A Hungary Helps is segített, még januárban kaptunk kormánytámogatást az eredeti tervre. Illetve nagyon köszönöm a magyar adakozóknak, mert rengeteg adomány összejött. És én ezzel a céllal érkeztem március 20-án, hogy ezt fogom csinálni, amit eddig. Majd, ahogy megérkeztem, kiderült, ez volt az utolsó gép, lezárták a határokat, de nem csak a határokat, hanem a reptereket is, illetve hát Nigéria 36 államból áll, és mind a 36 állam egymástól most el van zárva, mert ilyen lockdown van, ami azt jelenti, hogy segíts ebbe. Megszüntették ugye a miséket, ugyanúgy, mint nálunk, mert a gyülekezési törvény ugye előírja, hogy egy social distance-et kell tartani, ami itt most körülbelül másfél méter. Ezt egyébként nehéz betartani egy 200 milliós országba, ahol mondjuk 20 laknak egy szobába, de mindegy. A lényeg az, hogy mivel olyan nem várt hatásai is vannak a vírusnak a megjelenésének, most a vírust még ne úgy képzeljétek el, hogy tömegesen jelen van, de létezik. Viszont nagyon félnek a helyiek, rengeteg az éces, rengeteg a immunhiányos, alultáplált, akár éhező ember, akik, ha elkapják ezt a betegséget, beláthatatlan, hogy mennyi halott lesz. Egyrészt ezért az első dolgom, hogy úgy mondjam, hogy felhívtam a Hungary Helps-t, hogy gyerekek, itt baj van, és inkább nem gyógyszereket, meg a szokásos teszteket venném, hanem kesztyűt, szappant, maszkot, mindenféle prevenciót, hogy leginkább a személyzetet tudjam védeni, mert ugye a legfontosabb, hogy legyen, hogy ők legyenek biztonságban. Aztán a következő magánadománynál már még durvább volt a helyzet, mert ugye azáltal, hogy lezárták a határokat, akadozott az élelmiszerellátás, egyébként most már a piacok is zárva vannak, emiatt sajnos a helyzet az, hogy én most rizst veszek. Azért is, mert egy nagy teherautóra ráfér 6 tonna, az kb. 5000 dollár. Ezt úgy képzeld el, hogy mondjuk ezzel 250 zsákot tudok venni, ami 250 családnak, ha nagyon szűken, napi kétszer eszik, akkor egy heti túlélése, hogy ne halljon éhen. De ez most a helyzet. És ugye hát most kár lenne politizálni, meg statisztikázni. Én egy missziós orvos vagyok, akinek az az álma, hogy segítsen. Én csak a saját tapasztalatomat tudom elmondani. Annyi biztos, azt mondták az atyák, én egy katolikus érsekség általi kórházban vagyok, tehát ezt az érsek atya tartja fönn, nagyon nagy a hit, elképesztő. De ő mondta, hogy körülbelül a 200 millió emberből 150 milliónak nincsen megtakarítása, ami azt jelenti, hogy mondjuk napi egy dollárból él, de napról napra. Most itt már két hete tart a lockdown, azaz a lezárás.
Csak úgy hangosan kérdezem, hogy ezek az emberek, akik ha aznap nem dolgoznak, akkor nem tudnak vásárolni, akkor ezt most hogy oldod meg? Ráadásul, mondjuk hűtőszekrény sincs, legtöbb helyen áram sincs, nem is beszélek a vízről. Ha nincs hűtőd, meg nincs áram, akkor hogy tartósítasz egy élelmiszert? Még ha lenne is pénzed bevásárolni. Így aztán a rizsvásárlásnál maradtunk, mert a rizs az eláll 3 hónapig is, nagyon kevés energiával lehet ételt varázsolni egy 8-10 tagú családnak is. Na most az atyák 12 kórházat tart fenn az érsekség, és az atyák mindig kiválasztják a legesleg rászorultabbakat. Azt nem én választom ki, mert hogyha aranyosan néz meg, könyörög, tudod, az ember elfogult lehetne, meg ekkora számoknál azért ez nehéz. De azt szoktuk csinálni, hogy mikor összejön megint 5000 dollár a adomány, akkor megindítunk egy rendelést. Egyszer már képzeld el, hogy nem lehetett kapni rizst. Tehát most nyilván van a földeken, hanem az utánpótlás akadozott a lockdown miatt. De most még lehet kapni, illetve most már 30%-kal drágában, mint mondjuk egy hete. Szóval most így én nem is orvosnak érzem nagyon magam, hanem inkább egy humanitárius segélyszervezetnek a, nem is tudom, egytagú emberekét. Van 2 társam velem, a Szalai Jettep és a Pap Balázs, ők elképesztő nagy támogatást adnak. A Balázs nagyon jól tud is pakolni, az Etus ezt fantasztikusan tud segíteni a háttérmunkába. Az egyikük egyébként a Csóka Jandrásnak az illusztrátora, aki a Sziámi ikreket bangladesi szétválasztásnál is illusztrálta. Ő azért jött volna elvileg, hogy a missziót lerajzolja. Az Etus pedig egy fizikoterapeuta, nagyon sok a mozgásszervi beteg, és azért jött volna, hogy gyógytornát tanítson, illetve fizikoterápiát tanítson. De most is pakolunk. Figyelj, ez most nem a büszkeség ideje, rendkívül jó karizmaink lettek, így vagyunk. Réka, teljesen megértem, hogy ez most így kiszakadt belőle, de hadd kérdezzek. Az egész világ attól félt, hogy ha Afrikába eljut a koronavírus, akkor az ottani fejletlen egészségügyi rendszer miatt beláthatatlan következményei lehetnek. Most Nigériában mi a helyzet, és kérdezem főleg úgy, hogy a WHO 2016-os tájékoztatása szerint Onitsha a világ legszennyezettebb városa konkrétan. Tehát mondhatjuk, hogy 4 évvel ezelőtt a világ legszennyezettebb városa volt. Ebből a szempontból most mi a helyzet? Hangsúlyozottan a koronavírusra kérdezek most. Rendben van. Mivel most őszinte leszek, az egész ország 200 millió lakosra eddig 30 ezer tesztet kapott, tehát ebből én nem tudnék neked olyan nagyon nagy statisztikákat levonni. Annyit tudunk, hogy Lagosba, Abudzsába 20-20 millió ember lakik fejenként. Benn van a vírus, és vannak már fertőzések, illetve kontaktszemélyek is. Illetve Anambra állam, ahol én vagyok, és az Onitsha is Anambra államban van, ott egyelőre egy detektált fertőzés van, de az egész államban nincs tesztet. Úgy kezdve, hogy azt az egyetlen egy tesztet, vagyis mintát el kellett küldeni Lagosba, és visszaküldték. Tehát ez így, most ne úgy kezdve, hogy tömeges mintavételeink vannak, tehát ezek olyan számok, amik csak azt bizonyítják, hogy a vírusben van. Na most, mivel fogalmunk sincs, hogy a vírus hogy fog reagálni a melegre, mi reméltük, hogy kipulszan, de nem úgy tűnik. Sok mindenben lehet reménykedni, még ez a jövő zenéje. Ők most még megpróbálják ezzel a nagyon szigorú lezárással azt, hogy hát, ha megússzák, mert az tényleg beláthatatlan, hogy mi lesz itt. Nagyon erős a hitük, tehát azt képzeld el, hogy néha, amikor van net, és látom az otthoni híreket, hogy mit tudom én, ennyi halott, annyi halott, meg ennyi fertőzés, annyi fertőzés. Természetesen ezek borzasztó dolgok. Egy nyugati társadalomban nekünk az a célunk nyilván, hogy mindenki jusson lélegeztetőgépre, stb. Most menjünk egy kicsit messzebbre, 6000 kilométerre. Itt egy lélegeztetőgép sincs, tehát nincs gond. Mert nem kell versenyezni, hogy most anyukám, vagy apukám, vagy nagynénikém, senkinek nem jut lélegeztetőgép. Itt arról van szó, hogy megpróbáljuk a vírust egyáltalán megfékezni, csak ugye az a baj, hogy mivel az embereknek a nagy része annyira szegény, hogy nincs megtakarítása, ezt abban az értelemben, ahogy mi most nyugaton képzeljük, ez megvalósíthatatlan, mert azelőtt éjjel hal, mielőtt megkapja a vírust. De mivel mi nem politikusok vagyunk, hanem orvosok,
mi igazából megpróbáljuk a lehető legjobbat kihozni a dologból. Egyelőre még nincs tapasztalat arról, hogy meg tudtuk-e fékezni, vagy sem. Az az egyetlen egyeset, aki Anambor államban van, egyébként Onisában van, és nincs lélegeztetőgép, tehát nincs rajta, stabil állapotban van. Még arra sincs lehetőség, hogy a kontaktkutatást megcsináljuk. Ígértek teszteket, de tudod, itt az a biztos, ami már elmúlt. Tehát mi nem tudunk reprezentatív mintákat csinálni. Az viszont nagyon büszke vagyok magamra, meg egyébként a magyar összefogásra, hogy képzeld el, hogy minden alkalmazottnak itt a 300 fős kórházban van maszkkesztyűje, mert a magyarok biztosították, még akkor, amikor azt hittük, hogy másra kell a pénzt. Tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez egy januárban odaítélt, nem erre szánt pénz. És minden betegre is rátesszük, hiszen ez az egyetlen esély, hogy ne kapjuk el. Mert ha mi elkapjuk, oké, meggyógyulunk, de az tényleg beláthatatlan. Úgyhogy az első feladatom a személyzetvédelme volt. Hosszú hetekre megvannak az eszközök, tehát a 300 ember, az utolsó takarító nénin is van kesztyű meg maszk. Itt nem tudunk mit csinálni mást. Tehát ezt muszáj volt az első körbe megvenni. És hát majd, hogyha még sokáig nem tudok hazajönni, mert nincs járat, akkor majd elmesélem, hogy sikerült megakadályozni a járványt, vagy hogy nem. Az az igazság, hogy vannak olyan teóriák, hogy mivel nagyon sok az immunhiányos és éces beteg, és ezeknek pont az immunrendszere nagyon oda van. Itt nem az lesz a legnagyobb baj, hogy az öregek halnak meg, hanem ugye a betegek halnak meg, a nagyon beteg emberek. Ebből itt rengeteg van. De ők olyan erősen hisznek, és annyira hisznek abba, hogy az imával elűzik a vírust, hogy ugye én esküsztem, hogy az ima háttér is nagyon fontos. Bíznak a Jóistenben, azt mondja, hogy kérlelik, hogy ne szabadítsa rájuk ezt a gondot, mert ők nem tudnak ezzel a feladattal megbirkózni. Az elektív műtéteket leállították a kórházban, ami azt jelenti, hogy van itt egy ortopédsebész, aki nyilván lemondta a műtéteit, tehát ők is próbálják a kontaktokat, minél kevesebb emberi érintkezés legyen, de itt van a kórházban egy sürgősségi centrum, ami azt jelenti, hogy ez az Onitsa legnagyobb kórháza, és Onitsa 8 milliós, majdnem akkora városban vagyunk, mint az egész országunk. És ide hozzák be a baleseteseket, ide hozzák be a rosszuléteseket, úgyhogy nincs tesztünk. Tehát nyilván itt a prevenció, hogy valamennyire megúszunk, az azért most elég sokat számít. Bizony, nagyon-nagyon sokat számít. Hogyan viseled te, hogyan dolgozod ezt fel, és ez a kérdés egyik része, a másik része, hogy mit jelent Fodor Réka az ottani embereknek? Erről kicsit mesélj, kérlek. Tudom, hogy ez egy nehéz kérdés, amikor erről neked kell beszélni, de azért érdekes kérdés, így 4000, vagy nem tudom hány ezer kilométerre innen. Hát 5000 valamennyi. Most tényleg azért nehéz kérdés, mert itt azt mondják, hogy Dr. Réka, azt 8 millióan tudják. Fogalmuk sincs, ki az a Fodor. De a doktor Rékát mindenki tudja, de egyébként hadd dicsérjem most egy kicsit a Csókait is, mert a doktor Csókait se tudja senki, de a doktor András mind a 8 millióan tudják. Tehát ők hál' Istennek keresztények, és tudják, hogy a Jézus Krisztus az egy. És ilyen értelemben nem istenítenek minket, de hogy Isten küldöttei vagyunk, azt tudni. Tehát ők, megmondom őszintén, hogy azzal, hogy most én itt vekedtem, és nem is tudok nagyon hazamenni, ugye nincs mivel, ők ezt egy isteni jelnek veszik, hogy a jó Isten nem hagyja őket magára. Ha tudnák, hogy mennyire nem tudok semmit se csinálni, akkor szegénykém. Na mindegy. Szóval a lényeg, hogy az a remény, hogy itt vagyunk, vagy itt vagyok, és néha osztunk rizst, néha osztunk maszkot, néha osztunk mosolyt, néha osztunk imád, néha csak egy együttérzést, ez felbesülhetetlen. Tehát itt nagyon nehéz olyan embert találni, aki nem tudja ki az, hogy Dr. András, mert azért ő 10 idegsebészeti misszión van túl, és a Dr. Rékát is nehéz nem tudni, mert mi meg 6 misszión vagyunk túl. Csak eddig engem úgy ismertek, aki kimegy árvízre, tűzvészre, mérje, szűrje a maláriát, ott van a gáton, meg én vagyok a hős, most meg ugye rizsosztó, mert prevenciót tanító emberke vagyok, de itt teljesen relatív az, hogy mi az, hogy hit.
Tehát, bocsáss, mert nem relatív, hanem nem tudjuk megérteni a magyar agyunkkal. Tehát amikor nekik bejelentették, hogy nincs mise, az olyan gyásznap volt, te, itt egy átlagos vasárnapi misén körülbelül 5000-en vannak, nagyobb ünnepeken akár 10-20 ezeren, úgyhogy akár nincs is fedele a templomnak, tehát bodega vagy szabadtéri mise. A kórházban van egy kápolna, ahol mind a 300 dolgozó reggel 6-kor ott volt a misén, és mind a 300 embernek természetesen napirendi része volt, hogy 6-tól mise. Na most ezeknek az embereknek az, hogy nincs mise, az egy akkora sok hatás, sokkal nagyobb, mint gondolnánk, és akkor nekik ez egy jel, hogy mi itt vagyunk, tudod? És így talán érthetőbb, hogy most igen, nehéz nekem. Egész nap mosolygok egyébként, ha rákérdezel, hogy milyen, na most is. De este azért néha van, amikor sírok, tehát amikor nem látják. Mert azért tényleg, ha belegondolsz, adja racionálisan, hogy itt mi lesz, akkor elsírom magam. Egész nap nem érek rá belegondolni, mert csinálom, és akkor tudok mosolyogni. Tehát én egy ilyen mosolygós, motiválós emberke vagyok, akkor így bekapcsolok ilyen robot üzemmódba, ezt így megy magától. Amikor aztán belegondolsz esténként, akkor nem mindig sikerül fenntartani, de másnapra valahogy mindig a Jóisten megsegít, és főleg az, hogy akkor a hitük, hogy én megmondom őszintén, hogy engem meg az ő hitük tart életbe, csak ezt most nem mondom meg nekik, de máskor már megdicsértem őket ezért, úgyhogy most el vannak vele. Azt, pont ezt akartam kérdezni, hogy a te személyes Isten kapcsolatod hogyan alakul egy ilyen helyzetben? A családodtól elszakítva ezt azért mondjuk el, hogy otthon két gyermek vár téged. Hát egyrészt ők is misszionáriusok, úgyhogy köszi a kérdést. Egyrészt a férjem, gondolj bele, hogy már 6-szor elengedett azért Afrikába. Egyszer ő is kijött a nagylányommal, Annával a múltkoriban, a novemberiben, és neki is életre szóló élmény volt. Tehát azok az atyák, akik itt a vendéglátóim, a kórházigazgató, meg az éjeseknek a kancellárja, az nekünk barátunk volt, és nálunk látogatóba Pesten, voltak az Erdő Péter bíboros atyánál, udvardíjasek atyánál, tehát ez egy nagyon hosszú kapcsolat, szinte már családi kapcsolat, de azért valljuk be, a családom nélkül én ezt nem tudnám megcsinálni, főleg nem a férjem nélkül. Tehát ővelük naponta, ha nem is mindig sikerül videózni, de csetelünk, vagy ők adják a lelkesedést nekem, vagy viszont soha nem mondta azt a férjem, hogy gyere haza, hiszen tudja, hogy azzal csak olaj a tűzre, ráadásul látja, hogy itt mekkora szükség van rám, most legalábbis. És amikor már mindig tudod, jön a következő misszió, az végülis egy családi dolog. Most ott volt például az eukarisztikus kongresszusnak a kapcsán, tegnap volt az Anna, a lányom, az ő és én be. Gondolj bele, milyen élmény, amikor azt mondja a 17 éves gyereked, hogy neki Afrikába változott meg a hite. És ezt én is így látom. Tehát most hál' Istennek, hogy nem tudnak a nigériek magyarul, és nem hallják, mert én az ő hitükből élek. Tehát ezt mindig elmondja a Csóka Janlás is, hogy mi gyakorlatilag sokkal többet szoktunk kapni, mint amennyit tudunk adni. Most még nem tudom lemérni, mert még itt vagyok, mert ők annyira istenítik, hogy mennyi mindent kaptak, de az az igazság, hogy ha ők meg kell, hogy halljanak, ők tuti, hogy a mennybe mennek, mert ők elhiszik. Tehát én vagyok a nagyobb bajba, amikor így magyar aggyal elkezdem számolni, hogy mennyi az esély, meg hány százalék, meg ki éli túl. Ők ezen sokkal hamarabb túl vannak, valahogy úgy vannak vele, hogy a tőlük tehetőt megteszik, de ha mégse, akkor a Jóisten úgyis oda viszi őket, és alleluja. Tehát nekik valóban nem csak beszélnek róla, hanem élik azt, hogy az örök élet az nem a földre értendő. Megható szavak. Beszéljünk arról, hogy hogyan tudunk innen Magyarországról segíteni. Nem titok, hogy azért is jött létre ez a beszélgetés, hogy segítsünk, hiszen ha van támogatás, ami most egészen biztosan szükséges és jó helyre megy, hát aki ebből nem győződhetett meg, a semmiből nem fog meggyőződni. Én egyrészt megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem azt a rengeteg adományt, ami érkezett.
pont az járt a fejembe, hogy nálunk is mennyi a baj. Pontosan tudom, hogy rengetegen munkanélküliek lettek, rengetegen kerültek hitelcsapdába. Tudom, hogy van moratórium, de annak vége lesz egyszer. Tehát nyilván akkor az ember nehezen kér, amikor tudom, hogy a saját hazám is bajban van. Ezért én inkább azt mondanám, hogy én nem kérek. Én nagyon szépen köszönöm azt a hatalmas összefoglalást, ami eddig történt. Nem titok, hogy a Magyar Kurír lehozott egy elég szívszaggató cikket. Elképesztő megmozdulás volt. A következő az Sajgó atya volt, aki posztolt a Facebookján, és annak is nagy ereje volt. Tehát ez eddig két ilyen nagyobb megmozdulás volt, mióta kint vagyok. És azt láttam, hogy rengeteg a jó ember Magyarországon. Tehát én inkább azt mondanám, hogy egyrészt, aki a 777 interjú kapcsán arra gondol, hogy nekem segítsen, vagy hát nekünk, az Afrék Alapítványnak, az megtalálja a Facebook oldalon a számlaszámot, de tényleg inkább arra menjen ki a játék, hogy egyrészt én nagyon hálás vagyok, hogy eddig is ennyit kaptunk, másrészt pedig csak az adjon, aki úgy érzi, hogy a fölöslegéből ad. Soha ne az legyen, hogy itt bűntudatot keltünk, és mikor mi is bajba vagyunk, akkor ilyen néhező gyerekeket mutogatunk, és az embernek a bűntudatára építünk. Én azt szeretném elérni, hogy Magyarországon is azt látom, egyre többen fölébrednek, visszatérnek a Jóistenhez, egyre több olyan posztot látok, ami inkább a vallásról szól, a kereszténységről, és hogy mégis olyan egyedülálló az ember, aki minden problémát mindig meg tud oldani, míg pedig az afrikai testvéreinken pedig a szolidaritást kell valóban gyakorolni. Tehát, hogyha valakit meg tud az győzni, hogy egyetlen egy testvériség van az egész Földön, összefügg minden mindennel, mi nem tudjuk ezt a járványt megúszni egyedül, és ők sem. És ha lesz egy ilyen összefogás, és egyre többen megérzik azt, hogy nekik nem tévére van szükség, hanem tárizsre, és már attól is hálásak, és ez azoknak az embereknek, akiknek ehhez van most anyagi lehetőségük, bizonyítan azzal nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni. Mai áron egyébként 7500 forintba kerül körülbelül egy zsákrizs, egy ilyen 25 kilós rizs, ami egyébként elképesztő drága itt, mert ez azt jelenti, hogy egy dollár, tehát több mint 300 forint most egy kiló rizs, egy olyan országban, ahol a WHO szerint napi egy dollárból élnek az emberek. Tehát ez egy elképesztő drágulás. Én tudom, hogy otthon is krumpli, meg egyebek árak az egekbe, de itt ők ezt már nem tudják megvenni. Végezetül annyit árulj el, láthatják a nézők is, hogy mögötted esteledik. Amikor rögzül ez a beszélgetés, akkor már Budapest felett lement a nap. Olyankor, amikor szabadidőd van, akkor mit tudsz csinálni? Hogyan telik a szabadidőd? Hogyan teszed magadat rendbe fejben? Hát itt mindig van valaki, most is mindjárt jön izzonatja vacsorázni, aztán utána még beszélünk Bazilatjával, hogy holnap hogyan lesz a rizsosztás. Én megmondom őszintén neked, hogy egyáltalán nincs szabad idő most. Kéne csinálnom magamnak. Hétvégén szokott sikerülni. Egyébként olyan nagy itt a hit, hogy igazából nem is nagyon baj, ha nincs szabad idő. Sőt, örülök is, ha nincs szabad idő, akkor nem sírok, tudom, hogy ezt olyan, és figyelj ide, amíg volt mise, addig nem volt gond, az rendbe rakod, most nekem is hiányzik, de most mondhatnám azt, hogy persze reggel 5-6-ig Bibliát olvasok, aztán meg rózsafüzér, nem igaz, mert én ahogy fölkelek, már nézem a Facebookon, hogy jött-e valami hír, hogy mi történt, mivel tudnánk még jobban segíteni, valóban van-e valami ígéretes, például itt ugye hallottunk olyan lehetőségeket, hogy a malária ellenes gyógyszerekkel lesz például részleges vagy teljes eredmény, ezeket a cikkeket bújom akár angolul, akár hogy, akkor ha nincs net, akkor lemegyek sétálni, hogy ne legyen, tehát elég nagy a mozgásigényem, és most eléggé vigyáznak rám, hogy úgy mondjam, ez úgy kézed el, hogy a kocsiból nem szálltok ki, csak ha az atyákat nem lőtték le, tehát most ezt komolyan vedd, nem mehetek sehova egyedül, annyira fontos személyeletem nekik, hogy egyszerűen nem engedek sehova, úgyhogy hajnalban el szoktam menni itt a kórház körül a focipályán, van egy ilyen kis rét,
sétálni, hogy meglegyen a 10 000 lépésem. Tehát végülis nem baj ez, csak majd csinálok egyébként időt, mert lelkélet nélkül ez nagyon nehéz ezt hosszú távon kibírni, de itt még tudod, másfél héttel ezelőttig volt napi mise, tehát mi még nem vagyunk annyira kiéhezve. Most az elmúlt héten meg annyi borzalom történt, meg annyi sok szervezés, hogy most tényleg el vagyok fáradva, de nekünk a mise blog, bármi blog, az csak egy másfél hete van, tehát az most még nekünk nem olyan nagyon régi dolog. Réga, nagyon szépen köszönöm, nem is tudom, hogy mit kívánhatnék, de egy olyan beszélgetés volt megint, amikor Onicsából valahogy te küldesz erőt az embereknek, és ez különleges, főleg egy ilyen szituációban. Tényleg csak Isten áldását tudom kérni a szolgálatodra. Én is nektek Isten áldását kérem a ti szolgálatotokra. Köszönünk szépen mindent. Sziasztok. Dr. Fodor Rékával beszélgetünk, aki Nigériából, Onitsa városában ragad, de ahogy hallhattátok, láthattátok, talán nem is bánja, hogy ez így történt, hiszen ott óriási szükség van rá. Elnézéseteket kérjük a hang- és képminőségért, hiszen tudjuk, hogy nem volt jó, de talán ti is érzitek, hogy most a tartalom tényleg fontosabb volt, mint az audiovizuális élmény. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok!